Elérkezett a szeptember. A kis csoportot megkezdő gyerekek először lépik át az óvoda küszöbét. A mese óvodában mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a lépések a gyerekek és a szülők számára is a lehető legkönnyebbek legyenek. Az intézményvezetőt, Tótné Szatmári Ágnest kérdeztük a közösen eltöltött első délutánról. Én már harmadik éve vezettük be az úgynevezett ismerkedő játszó délutánunkat. Hagyományosan harmadik éve rendezzük, és erre az alkalomra az újonnan felvett gyerekeket és szüleiket várjuk sok szeretettel. Minden évben augusztus utolsó napján szoktuk ezt megtartani, a tanévkezdés előtt, azzal a céllal, hogy megismerkedhessenek az óvodával, az óvoda által nyújtott tevékenységekbe bepillantást nyerhessenek, illetve ez az első személyes találkozásuk a szülőknek és a gyerekeknek a leendő óvónénikkel. Mi a tendencia? Főként az anyukák jönnek, vagy azért van egy-két apuka is? Vannak apukák is. A tavalyi évben például nagy sikere volt az apukák körében a kinetikus homokozásnak. És nagy örömünkre igen részt vettek az ejtőernyős tevékenységben is szép számmal. És ahhoz, hogy minél jobban megismerkedjenek az óvodával, milyen programokat kínálnak ma a számukra? Lesznek mozgásos tevékenységek, lesz egy bábelőadás, azt is hagyományosan az óvónénik fogták prezentálni, illetve különböző kézműves tevékenységek is lesznek, és hogy a kicsit az óvodánk imázsához tartozó mézes kalácsozást folytassuk, ezért ilyen mézes kalács díszítés is lesz. Egy lelkes kolléganőnk készítette a mézes kalácsokat, és ezeket lesz lehetőség kidíszíteni, valamint hazavinni majd a program végén. Ugye szerencsére nagyon szép idő van a mai napon, az udvarra is terveztek programokat. Igen, az udvarra terveztük az ugróiskolát, illetve egy ejtőernyős programot terveztünk az udvarra, de volt már olyan év is, amikor beszorultunk az épületbe, mert elromlott az idő, de akkor is ügyesen megoldották az óvónénik, a folyosón kihasználták a mozgás lehetőséget. Ilyenkor főként milyen kérdések érkeznek önhöz, az óvónénikhez? Most még mindig a csoportbeosztások tekintetében vannak némi módosítások. Ezeket szoktuk ilyenkor még csiszolgatni, hogy akkor ki mit kér, vagy ki hova került, vagy kinek milyen lehetősége volt. Egyébként pedig ugye a legfőbb kérdés az egyeztetés. A beszoktatás kezdetének az egyeztetése az óvónénikkel, illetve a szülőkkel, hogy nálunk ugye a beszoktatásra nagy hangsúlyt fektetünk a kis csoportosok esetében. Ez egy igen kényes kérdés. Azt gondolom, hogy minden gyereknek egyénre szabottan, és minden családnak egyénre szabott beszoktatásra van szüksége, és ezt itt maximálisan megkapják. A gyerekek manapság könnyen elengedik a szülőket, hiszen azért ez nagy lépés az életükben, és azt hiszem a szülőknek is, hiszen rálépnek ez egyfajta elengedés útjára, vagy esetleg vannak sírósabbak is. Hát ez változó, ugye bölcsödéből érkezett gyerekeknél ez ugye kevésbé szokott problémát okozni, de bizony van, amikor előfordul, hogy a kezdeti lelkesedés pár nap után alább hagy, és miután rádöbbennek a csemeték, hogy ez most már bizony mindennapos program lesz, akkor ilyenakkor szokott lenni egy kis visszaesés. De a vegyes csoportokban a beszoktatás sokkal zökkenőbendesebben szokott zajlani, hiszen a gyerekek előtt nem az a példa áll, hogy itt mindenki szomorú és mindenki sír, hanem a többiek már itt vannak, a régebbi gyerekek, akik régebben járnak, és ők játszanak, és ez a kicsikre is hatással van. Ilyenkor, ezeken a napokon visszajönnek esetleg olyan gyerekek is, akik ide jártak az óvodába? Előfordul, és minden évben szoktuk is javasolni a szülőknek, hogy aki teheti, maradjon itt ezen az alkalmon a gyerekekkel. És ezt meg is szokták tenni, aki ráér és teheti, az itt marad, és részt vesznek a tevékenységekben. Milyen visszajelzések érkeztek az elmúlt évek tapasztalatai alapján? Én azt gondolom, hogy mindenképpen pozitív. Amikor mennek, vége van a rendezvénynek, és indulnak haza a gyerekek, hát bizony van, amikor még ugye vannak, akik még ezt sem próbálták, még azt sem próbálták, és nehezen indulnak el. De azt gondolom, hogy hasznos. És még egyszer, hadd menjünk ezzel a labdallal. Hoppá, sikerült! Tényleg? Igen! Hát, nem bánom. Rendben. A sok-sok színes program révén remélhetőleg gördülékenyebben megy majd az óvodai életbe való beszoktatás.
A Bábszínház legalábbis minden bizonnyal elnyerte a gyerekek tetszését. Kanyó és a többi baromfiállat is boldogan élt a kis tanyán. Hát máig is érdek, hazudta meg nem.